Civilizált országokban az elhízás egyre súlyosabb problémát okoz, mondhatni népbetegséggé vált. Alapvetően mindenki azt gondolja, hogy az elhízás az csak azért van, mert hogy több kalóriát viszünk be, mint amennyire szükségünk volna. Ez részben igaz is, de ez önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy ilyen mértékű legyen az elhízás. Sok kalória az nem mindig csak azt jelenti, hogy többet viszünk be, hanem azt is, hogy rosszabbat. Tehát minőségileg sokkal rosszabbul táplálkozunk. A megfelelő jó tápanyagokból sokkal kevesebbet viszünk be, mint kéne, és úgynevezett savasító, romboló, fölösleges anyagokból viszont nagyon sokat. Mik lehetnek ezek a fölös anyagok? Főként gondolok itt a káros E betűkre, tehát a tartósítószerekre, a színező anyagokra, a különböző adalékanyagokra, amik lerakódnak a szervezetben, és nagyon túlterhelik a kiválasztó rendszerünket. Az adalékanyagok mellett sajnos nagyon sokat ártunk magunknak azzal is, hogy nem jó tápanyagokat viszünk be. Ilyenek a túlzott húsbevitel, a fehérliszt nagy arányú bevitele, illetve a cukrok, amiket óriási mennyiségben fogyasztunk. Ezek is méreganyagként képesek lerakódni, ugyanakkor nem viszünk be olyan anyagokat, olyan tápanyagokat, amik segítenék ezeknek a kiürülését. Például nem viszünk be kellő mennyiségű rostot és vitaminokat, ásványi anyagokat. Ugye minden embernek van egy alapvető takarító mechanizmusa, amivel megpróbál megszabadulni a méreganyagoktól, de ha túlterheljük ezt a takarító mechanizmust, mert hogy túl sok méreganyagot viszünk be, akkor egy idő után ezek le fognak rakódni a szervezetben, és azt tudnunk kell, hogy ezek a méreganyagok mindig savak formájában raktározódnak el, a savakat pedig megpróbálja az ember zsírsejtekbe zárva eltenni, hogy ne okozzanak nagy károkat. Tehát ez az egyik fő oka az elhízásnak. Éppen ezért az elhízást leginkább úgy lehetne kezelni, hogy kitakarítjuk a szervezetünket. Tehát megszabadítjuk magunkat azoktól a méreganyagoktól, amik felborítják az anyagcserénket, és túlsúlyhoz vezetnek. Szoktuk a lakást is hetente is takarítani, meg szoktunk nagy takarítani is. A kis takarításokat apróbb diétákkal, különböző tejákkal lehet végezni. Nagy takarítani viszont csak alaposan érdemes. Erre legalkalmasabb a lébőjtkúra. Amikor lébőjtölünk, akkor gyakorlatilag nem fogyókúrázunk, bár tulajdonképpen az eredmény fogyáshoz is fog vezetni, de alapvetően a méregtelenítés a célja, tehát hogy azokat a salakanyagokat, amik miatt elsavasodott a szervezetünk, azokat kiürítsük, és ezáltal tehermentesítsük, felszabadítsuk az anyagcserénket, hogy az ismét jól tudjon működni, és így az egyensúly helyreálltával a testsúlyunk is normalizálódni tudjon. Tehát ha elindítjuk ezt a folyamatot, ezt a tisztítási folyamatot egy ilyen intenzív tisztítókúrával, akkor a szervezetünk utána már tudja, hogy hogyan kell működnie, mi a teendője, és szépen vissza fog állni a normál súly egy idő után, tehát beindul a fogyás. Természetesen nem lehet ott folytatni, ahol az ember elkezdte, tehát egy ilyen tisztítókúra után mindig érdemes életmódot is váltani. Azt gondolom, hogy a lébőjt erre is nagyon alkalmas. Ez egy olyan 6-9 napos elvonulást jelent, ami alatt az ember egy kicsit átalakíthatja a gondolkodásmódját, megtanulhat olyan technikákat, amikkel aztán jól tudja folytatni, hogy segítse a szervezetét abban, hogy beálljon a harmónia és a normál testsúly.